Décsei Dorka, a karcagi Nagykun Református Általános Iskola végzőse sok szép eredményt ért el, mind a sportban, mind tantárgyi versenyeken. Az elmúlt években főleg matematika, fizika, megyei és országos versenyeken szerepelt eredményesen, egyéniben és csapatban, de érdekli az informatika is. A sport terén is több dolgot kipróbált, 5 éve kosarazik. Azzal is elég jó eredményeket ért el csapatával. Főleg a matematika terén szoktam versenyezni, és abban gondolom, hogy jobb képességeim vannak, igen. A versenyeket tekintve főleg a Curie-n szoktunk indulni, azt is sikerült megnyerni tavaly. Ezen kívül a Jedlik-en szoktunk indulni, ez egy fizika-matematika verseny, és még ilyen helyi kisebb versenyeken, meg az alapműveletén, szóval egy több helyen próbálunk ott lenni. Ezen kívül a sport terén is szeretek minél több dolgot kipróbálni. Kosarazok már 4-5 éve, azzal is elég jó eredményeket érünk el a csapattal. Szoktunk kisebb táborokba menni, Kisújszálláson, onnan is rengeteg mindent szoktunk tanulni. Még ez a matematikán kívül az informatika az, ami érdekel, és azon is szoktunk versenyeken indulni. A karantén miatt sok versenyt le kellett mondani, szerencsére az informatikákat nem, ezt meg tudtuk tartani, és azon is nagyon jó eredményeket értünk el. Ősztől Debrecenben a Fazekas Mihály gimnáziumban tanul, és folytatja a kosarazást is. Aránylag szerintem jól fogom bírni, már ez a következő osztályommal kezdek nagyon jóba lenni. A kosáredzéseket is már beszélünk az edzővel, hogy mikor tudnánk kezdeni, és én várom nagyon. A karanténban nehezebben ment eleinte neki a tanulás, mint az iskolában, de mára belejött. Az elején még úgymond megvolt egy nagyobb motiváció, viszont így, hogy telik az idő és közeledik a nyár, így ez egyre nehezebb mellé ülni. Meg ugye a beadandókkal is, hogy időben készen legyek, az is nehezebb. Sajnálja, hogy az utolsó 1 hónapot nem töltötte együtt az osztály, de szerveznek szülinapot és osztálybulit is majd. A kosarazás is nagyon hiányzik már neki, és most, hogy végre elindulhattak az edzések, ennek nagyon örül. Az iskolában ugye az osztálynak ez a pont az utolsó 1 hónap, amikor úgy igazán összejárna az osztályközösség, ez hiányzik nekem nagyon, meg ugye a kosaredzéseken is, hogy nem tudunk részt venni, és nem tudunk együtt edzeni. Most már szerencsére elindultak az edzések, és kint a kosárpályán tudunk edzeni, ami nagyon nagy szerencse szerintem, is örülünk neki. Az iskolában Tótné Szucsáki Hajnal és Őszi Katalin tanárnőktől sokat tanult, a kosárban pedig Rideg László edzőtől kapott jó utasításokat. A karanténban sem hanyagolt el az online kapott feladatok végrehajtását. Kaptunk minden héten egy online egy ilyen edzéstervet, és ugye azt szoktuk csinálni otthon, és próbáltam azért nem feküdni és teljesen ellustulni, mert amikor elindul az újra a bajnokság, az elég rossz lesz úgy. A sport neki kikapcsolódást jelent, ahol a stresszt is levezetheti. A ref is évekre szívesen gondol vissza, mert rengeteg új embert ismerhetett meg, rengeteg programon, kiránduláson, versenyen vett részt és sok tudást megszerzett.